Sziasztok, Ajdos Csabi vagyok, ma álláshirdetéseket hoztam megint nektek, hogy megnézzük azt, milyen irányokba lehet elindulni, hogyha érdekel titeket a tesztelés. Kezdjünk is bele! Szóval, ahogy látjátok, van többféle tesztelő hirdetés, és mindegyik valahogy másképp próbálja megfogni ugyanazt a témát. Például mi a különbség a QA Engineer, QA Automation Engineer és a Test Automation Engineer között? Nagyon sokszor a QA-t és a tesztet azt szinonimaként használják a cégek, mert nem tudják, hogy van különbség. Quality Assurance-nek azt mondjuk, amikor kicsit tágabb értelemben vett minőségbiztosításról beszélünk, azaz nem csak tesztekről beszélünk, hanem arról is, hogy milyen minőségbiztosítása legyen annak a szoftveres terméknek vagy szolgáltatásnak. Ebben az esetben szokták a QA, azaz Quality Assurance kifejezést használni a tesztelő pozíciókra. Ha kifejezetten csak tesztelésre keresnek valakit, tehát a QA-nak egy részére, azaz a vizsgálatokra, akkor szokták a tesztelést, mint teszt vagy tesztelő használni. Viszont nagyon sokszor látom, hogy a cégek keverik a kifejezéseket, és igazából nem tudják azt, hogy ők maguk mit akarnak. Ilyenkor érdemes ezekre külön rákérdezni a jelentkezés során, hogy mit is takar maga a pozíció, hogy itt most egy tesztelő pozícióról van szó, vagy ennél sokkal tágabb értelmezésben vesszük a tesztelést. Hozzá kell tenni, hogy az agilis projektekben a tesztelés az már sokkal inkább egy minőségbiztosítási feladat, mint csak tesztelés. Ezért sokszor, pontosabban a legtöbbször valószínűleg agilis projektekkel kapcsolatban találkozhattok a QA kifejezéssel. Nagyjából ennyit a QA és a teszt különbségről. Tehát el tudtok menni manuális tesztelőnek, ahol egy terméket kell manuálisan tesztelni, azaz teszteseteket megírni, és azokat kézzel manuálisan lefuttatni. Ez a tesztelésnek a legegyszerűbb formája. Ezután, ha szeretnétek, el tudtok menni teszt automatizáló mérnöknek. Itt fontos még kiemelni azt, hogyha a hirdetésben látjátok azt a szót, hogy engineer vagy mérnök, akkor általában olyan pozícióról van szó, ami komplexebb tudást igényel, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy nektek is mérnöknek kell lenni, hanem inkább azt várják el tőletek, hogy ne ijedjetek meg attól, hogy egy komplexebb projektet, akár egy beágyazott rendszert, vagy legyen az egy tényleges robotkar, meg kell érteni a működését. Tehát amennyiben láttok magatokban érdeklődést arra, hogy így ilyen mélyebb technikai témát megértsetek, nyugodtan jelentkezhettek egy ilyen állásra is. Viszont kezdő tesztelőként én azt gondolom, hogy simán egy hasonló tesztmérnök vagy szoftvertesztelő feliratokkal jelzett állásra jelentkeznék, ahol eléggé átlátható és tiszta az, hogy mit kell csinálni, illetve mit várnak el. Előnyt jelent például ennél a pozíciónál az, hogyha programozni tudunk, de nem elvárás. Tehát, hogyha megnézitek az elvárásokat, akkor tesztelői vénát, analitikus képességet és rendszerre szemléletet, erős érdeklődést a szoftver és termékfejlesztés iránt. Tehát, hogyha megnézitek az elvárásokat, akkor igazából ezek mind olyan elvárások ennél a pozíciónál, amit gyakorlatilag egy érettségivel teljesíteni lehet. Ezek után még van egy másik fontos út, amit választhattok, az a teszt automatizálás, ami véleményem szerint sokkal inkább egy szoftverfejlesztéshez hasonló munka. Nagyjából ennyit akartam elmondani nektek arról, hogy milyen irányba tudtok elindulni. Hogyha bármi kérdésetek van a témában, nyugodtan tegyétek fel kommentekben, illetve beszélgethetünk a Discord csatornán is, amit szintén megtaláltok a leírásban. Köszönöm, hogy végig itt voltatok, hamarosan találkozunk!